Zsúfolásig megtelt vasárnap délelőtt a Kulcsár Anita sportcsarnok. A lelátón 600 néző foglalt helyet. A mérkőzésen a DVTK csoportbeli ellenfele az Abói Szántó VS-e volt, míg a B csoportban a Kazincbarcika SC, Tája KS-e és az Erdőbénye SE lépett pályára. Az NB1-ben szereplő csapat vezetőedzője elégedett az együttesnek a 2011-es esztendő őszi fordulójában nyújtott teljesítményével. Természetesen abszolút meg vagyunk elégedve, de nem csak mi, azt gondolom, az országos közvélemény is, hiszen érződik, hogy milyen média felhajtása most jelenleg a csapat körül. Ez nem véletlen. Tavaly ilyenkor még az NB2-ben harmadik helyen szerepelt a csapat, jelenleg pedig ötödik helyen vagyunk az első osztályban, olyan csapatokat is megelőzve, akik tavaly még az Euroligában szerepeltek. Hol és mikor lesz a felkészülés a 2012-es tavaszi fordulóra? Hát a felkészülést már elkezdtük, gyakorlatilag másfél héttel ezelőtt, ugye először a magyar játékosok érkeztek meg, ezen a héten már a külföldi játékosok is edzettek, úgyhogy keményen benne vagyunk már a munkában, és úgy néz ki, hogy február elején pedig Törökországba tudunk menni edzőtáborozni. Tervezik a új játékosokkal frissíteni a csapatot? Így van, nagyon fontos az, hogy a csapatunkban újabb erősítések is érkezzenek, hiszen az, hogy jelenleg ezt a pozíciót betöltjük az első osztályba, az még nem garantálja azt, hogy itt is fogunk tudni maradni. Ehhez szükséges erősíteni egy-két pozícióban, és ezen is van a klubvezetés, hogy ez megtörténjen. Vannak-e sérültek most a csapatban? Hál' Istennek sok sérültünk nincsen. Olyan játékosok vannak, akik a sérülésükből épülnek föl, és azért nem vesznek részt ezen a tornán. Úgyhogy gyakorlatilag elvileg mindenki rendelkezésre fog tudni állni majd a bajnoki szezon kezdetére. Mit szeretnének elérni a 2012-es tavaszi fordulóban? Hát mit szeretnénk elérni? Először is fontos a klubvezetés, illetve a szakmai stáb számára is, hogy folyamatos fejlődés mutatkozzon a játékunkban. Illetve amennyiben tudnánk úgy erősíteni, akkor dédelgetett álmunk az, hogy minél hamarabb ki tudjunk kerülni a nemzetközi palondra is. A torna döntét a Diós György Kazincbarcika gárda ellen vívta. A megmérettetések során Rakackai, Arze, Pál, Szejdi és Tisza is kisebb sérüléseket szenvedett, ezért a csapat már nem tudta korábbi kimagasló játékát folytatni, és be kellett érniük az ezüstéremmel.